hogyan csináljatok Telegramon a ti saját YouTube csatornátok számára értesítőt. Elmondom nektek ennek a videónak a legelején, hogy mégis miért csináljatok YouTube értesítőt külső üzenetküldő platformok használatával is. Mostanság a YouTube-nak az értesítője, hát pocsék, nem elég, hogy külön kell megnyomni a feliratkozás gombot, de még nem elég az, hogy a feliratkozás után még meg kell nyomni külön a haranggombot, hogy azonnal értesítést kapja a YouTube csatornának a nézői a legújabb videókról, hanem még továbbá vagy jön az értesítés, vagy nem. És ezt a nemhogy a csengőre nyomogatást nem teszik meg a nézők, de még továbbá esetleg a feliratkozás gombra se nyomnak, de hogyha mégis megnyomnak a feliratkozás gombot, nem nyomják meg azt a haranggombot, hogy igen, egyből kapjhassadok ugye azonnal értesítést a legújabb videókról. Szóval célszerű valamiféle automatizált értesítőt igénybe venni, létesíteni a YouTube csatornánk számára. Szóval ebben a videóban segítségül fogjuk hívni az automatizált Telegram üzenet küldős értesítőnek a létesítését, hogy a potenciális nézőink értesülhessenek ténylegesen akár hamarabb az újabb tartalmainkról. Kicsivel több nézettséget tudjuk ugye szerezni, meg ilyen. Nyilván ezt nem kötelező csinálni, de hogyha szeretnéd aktivizálni a nézőtáborodat, akkor valamit kell tenni. Úgyhogy ez a videó egy kis segítség a YouTube videó tartalomgyártók számára. Igen, jól hallottátok. Kezdjük hozzá ennek a témának a boncolgatásához. Hogyan kell csinálni ezt az olyan Telegram csatornát, amely egy bot dolgozik azon, hogy küldözgeti ugye az értesítőt a nézőnk számára. Szóval tartsatok velem, mert hasznos lesz. Egyébként legközelebb meg is mutatom nektek, hogy hogyan kell ugyanezt a célt Discord nevű üzenet küldősdi szolgáltatásban is csinálni. Szóval várjátok meg, viszont mielőtt tényleg bármit is mondanék nektek, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a haranggombot mellette, osszátok meg, lájkoljátok be ezt a videót, jónak találod mindenféleképpen a munkásságomat, akkor kérem, tedd meg tényleg, mert na azért sokat dolgozok az ilyesfajta videókon. Tartsatok el! Itt is vagyunk ebbe a videóban. Hát előlettem ezt a Telegram klienst, és ugye mielőtt ugye bármit is csináltam volna, beregisztrálódtam ebbe a Telegramba, kültelefonszába természetesen. Szóval lényeg, erre a két botra lesz szükségük, az egyik a Botfather lesz, a másik viszont a Manybot lesz, teríték alá, szóval valahogy úgy. Kezdjük azzal, hogy a Botfather-rel, kezdjük el az egészet, tehát, ezt válasszuk ki, amely ilyen kék színű pipa van, ez a hivatalos bot, és ugye a kezdéshez nyugjunk ide a startra, és hát elkezdhetjük ugye az új botnak a létrehozását. New botot veszük, tehát ugye most egy új botot hozunk létre. Hogy is hívjuk őt? Hát egy felhasználó nevet kell ugye beírni, ami nem foglalt. Az lesz a neve, hogy La. A bot legyen ugye a felhasználó név végén. Akkor ugye gratulálok, hozta egy új botot, és ezen ugye csatlakozhatunk. Na, csinálhatjuk, hogy majd amikor rácsatlakozunk a Manybotra, akkor működni fog a dolog. Nyissuk meg a Telegramon ezt.
és ManyBot, hát ezt így nem találjuk meg, akkor így, ManyBot, itt van, né, üdvözöl minket, ad botot, csináljunk egy új botot, API tokent másoljuk át, amit ugye kicenzúráztam azért, hogy ne férhessetek hozzá, de lényegét tekintve ezt a kapott HTTP API kódot kell ugye átvásolnunk a ManyBot számára, és ezt küldjük át a így, és már meg is kapta. Legutolsóbb lépés, oké. Okay. Ez a token Chupacabra bot alsó vonás nulla bot számára ugye elfogadva. YouTube Notifier, ezt akarjuk, ugye. A botot készen arra, hogy hazádba vessük. Szóval itt van, né? Start, és már itt is vagyunk, már használatban is van, ugye a ManyBot össze van kapcsolva BotFather-rel. Létrehozunk egy Telegram csatornát, új csatorna értesítő. Itt van, né? Chupacabra Gaming csatorna, YouTube értesítő. Legújabb videókról. Nyilvános csatorna, ez tehát Chupacabra YT Notifier lesz a neve. És ugye, itt a link. Ide jöhettek feliratkozni erre a csodálatos csatornára, úgyhogy hozzáadjuk automatizált módon a posztokat, ilyeneket. A channel. Igen, tehát így kell küldeni. Tehát már elküldtük a csatornánknak a linkjét. Teszt üzenetet küldjük el. Ez még nem működik, nem működőképes. Úgyhogy azért, mert nem adtuk hozzá a botunkat, amit így kell megtenni. Még admin, és ezeket bepipálva hagyjuk. Menjünk vissza tényleg. Autoposting, hát... Igen. De egyszer oda hozzáadtam. Ne viccelj már. Chupacabra. Ne viccelj már. Oké, szóval... Küldjük el. Oké. Okay. Végre sikerült már ezt ugye megcsinálni. Oké, okay, szóval már aktív, már hozzá kapcsolódott ténylegesen ez a csatornához, szóval menjünk vissza. Csatorna már hozzá van adva. Időzónát állítsuk be. Tehát a time zone. Tehát ugye mostani időt írjuk be, 24, 13 óra, 24 perc van, oké, okay. Erre az időre van beállítva, oké, okay. És ugye, na, menjünk az autopostingra, és itt a YouTube, oda kell ez esetben beküldeni, annak a csatornának a linkjét,
amiről szeretnénk ugye értesítést adni a nézőnk számára. Szóval... Oké. Így né. Oké, minden rendben van. Most... Mostantól ugye a Csupa Kabrió bot, alsóvánás nulla bot sugározni fogja a YouTube videókat, leabszolváltuk. Előfordulhat az, hogy nem egyből fog ugye azonnal küldeni nézünk számára, mármint erre a csatornára videókat, amiket felraktuk a YouTube csatornákra. Szóval előfordulhat ilyesfajta dolog. Na egyébként most szeretném legszögezni számotokra, hogy ez abból nem csak egy YouTube értesítő is lehetne, mert RSS hírcsatornákból is lehet értesítést küldeni automatizált módon. Tehát azt jelenti, hogy ha van valamelyik közösségi oldalról való RSS hírcsatornán keresztül való hozzáférés a profilunkhoz, itt például, hogyha esetleg ezt tett ugye Twitter profilokból is meg tudjuk ezt tenni, akkor akár a Twitter posztjainkról is küldhetünk automatizált módon úgy szint értesítőt a mi közösségünk számára, vagy bármely másra, amely rendelkezik RSS hírcsatornás működéssel a bizonyos közösségi oldaluk YouTube-on kívül. Vagy akár, hogyha üzemeltetsz egy külön weboldalt, és arról is szeretnél, na ugye, és rendelkezik ugye RSS hírcsatornával, akkor arról is küldhetsz automatizált módon új postát, hogy mondjam nektek. Na, csak szólni akartam, hogy ez is lehetséges, de ezt nem fogom megmutatni nektek, hogy hogyan kell RSS hírcsatornát is hozzáadni, mert nyilván rá fogtok jönni magatoktól is. Na, és ezt a linket kell adni a nézőid számára, mert ezen keresztül is tudnak majd értesülni a legújabb videókról. Hát lényegét tekintve így kell csinálni egy YouTube Telegramos értesítőt. Mindenki figyelembe ajánlom ezt, tehát egyszerű feltelepíteni, egyszerű megcsinálni, szóval ez egy nagyon jó dolog. Na egyébként egy példát szeretnék mutatni nektek. Itt ez a The Videos on YouTube értesítő. Hát lényegét tekintve így nézne ki ez a... ez az értesítő. Ennyi az egész, ennyi a szisztéma. Szóval remélhetően követhető voltam. Béke veletek! Nos, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A videó legeslegén elmondtam nektek, hogy mit csináljatok, nem fogom ugye magamat ismételgetni, úgyhogy találkozunk legközelebb is egy újabb videóban. Szevasztok!